Sziasztok, ez egy Division 2 videó, és az eszközkalibrálás szeretném bemutatni annak, aki még nem tudja, hogy ez hogy működik. Ezzel kell jönni a Base of Operations épületbe, bejönni a főbejáraton, és elmenni a lerakatunk mellett balra, majd a Crafting Station után lesz a Recalibration Station. Bármelyik eszköz tulajdonságait lecserélhetjük egyikről a másikra, de csak ugyanabban a kategóriában és minden eszköznek csak egy tulajdonságát lehet módosítani. Most én erről a fegyverről, a F2000 nevű fegyverről a Killer nevű talentet fogom átrakni erre az AUG A3-ra. Ehhez meg kell menni a Recalibration Stationbe, azon belül a library-be először, és megadni, hogy miről szeretnénk mit leszedni a library-be. Kiválasszuk a kategóriát, amiben ez a fegyver benne van, aztán az, hogy mi az, amit keresünk, talent, és azon belül pedig a killert. Amikor a killert kiválasztottam, akkor behozza, hogy az F2000 nevű fegyveremen van rajta, ez a talent. Itt van zárójelben, hogy ez lesz róla leszedve. Nagyon fontos, hogy ez a fegyver utána megsemmisül. Másik nagyon fontos, hogy egy eszköznek egyszerre csak egy tulajdonságát módosíthatjuk. Amikor ezt módosítom a másik fegyveren, a többi tulajdonság lokkolva lesz, és azt már többet nem fogjuk tudni módosítani. Most az extra internál gombra nyomva leszedjük róla ezt a talentet, így itt lesz a library-nkbe. Ez a fegyver megsemmisült. Bemegyünk a Recalibration Stationbe, és ugyanazt a kategóriát kiválasszuk, a Short Rifle, amiről leszedtük az előbb a talentet. Megkeressük az AUG A3-at, azt mondtam az előbb, hogy erre akarom átrakni, és kiválasztjuk, hogy talentet akarunk rajta cserélni, nem a többi tulajdonságát, bár azt is lehetne, de most a talentet, és akkor behozza, hogy mit tudunk rátenni. Én már előzőleg egy másikat is leszettem, ez most nem fontos. Most az előbb a killert szedtem le. Kijelölöm, és itt van az, hogy most mi található ezen a fegyveren, itt az ikonja, és ki van jelölve az, hogy mi lesz rajta transfer után. Transfer gombra nyomva lecserélődik a talent. Agent requesting backup. Bemegyek az inventory-ba, megkeresem a fegyvert, az AUG A3-at. Itt látszik is, hogy ez kalibrálva lett. Itt van ez a kis jár rajta, és a killer nevű talent van rajta. Hogyha bemegyek a Recalibration Stationbe, kiválasztom újra ezt a fegyvert, akkor látszik, hogy a többi tulajdonság lokkolva van, viszont a talentet lehet cserélni bármikor. És itt van a költsége, hogy azon kívül, hogy egy másik fegyverről levettük ezt, azt a tulajdonságot, amit erre rárakunk, ezek kellenek hozzá. Tehát amit cseréltünk, azt akármennyiszer módosíthatjuk. Viszont a többi adottságot, azt már nem. Hát röviden ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!